meg akkor a Jekyllnek az Adam állványát. Ez egyébként Ádám állvány. Kicsit vicces, hogy bemész a stúdióeszközökhöz, és azt mondod, hogy kérek egy Ádám állványt, de az elnevezésekről érdemes azt tudni, hogy a Pál V1-es állvány, amiről már korábban készítettem videót, az egyébként Pálról kapta nevét. Én egyébként a Sándorral vagyok kapcsolatban, úgyhogy már várom, Sanyi, hogy mikor lesz neked is állványod, hogy kérhessenek a nézőim egy Sanyi állványt. Specifikációk tekintetében, amit a doboz ír, az az, hogy 171 cm magasra ki lehet húzni. Én egyébként pont ilyen magas vagyok, úgyhogy akár majd le is tudjuk tesztelni, hogy gyakorlatban tényleg ennyi. Nem tudom, hogy ez magasnak, vagy nem magasnak számít. Bízom benne, hogy ez magasnak számít, de amúgy nem. De állványként igen. És 47,5 cm-re egyébként összecsukható, ami egész korrekt. Mindjárt meg is mutatom, hogy milyen ez gyakorlatban ezek a méretek. Miután eltávolítjuk a dobozt, egy ilyen kis hortáska fogad minket, ez is szépen el van látva a Jekyllnek a saját logójával. Egyébként jó az anyag használata ennek a kis szütyőnek, ez szerintem víztaszító hatása is van ennek az anyagnak, szóval lepereg róla, mondhatni vízálló. Azért azt hozzátenném, hogy ezek nagyon szépek, nagyon jók ezek a kis hordtáskák. Mondjuk az én példám az, hogy ezeket úgy egy héten belül szoktam elhagyni, vagy ha nem is elhagyni, akkor a szekrény mélyére beásni és soha többet elő nem venni. Amúgy nem mondom, hogy nem praktikus ezt akár így feldobni várra, de én inkább szoktam mondjuk kézben magát az állványt vinni, vagy lehetőségem van rá, akkor mondjuk a háti táskámra felfogatni. Egyébként a Blue Jay táskára fel is lehet fogatni állványt, azt elfelejtettem mondani, de annyival még kiegészíteném. És hát nézzük akkor, hogy mit is tud ez a szütyön belül ez a kis állvány. Van itt egy használati leírás, ami nem nagyon érdekel senkit, és itt van maga az állvány. Bár lehet praktikus lett volna korábban elolvasnom amúgy a használati leírást, mert be kell valljam, hogy én ezt másodjára veszem fel ezt a videót, mert amikor először kibontottam és kicsit elkezdtem vele itt kamera előtt játszadozni, hogy mi, hogy merre, akkor így kicsit vakartam a fejem, hogy most ez hogy is van meg, miként is van. Úgyhogy most már egyszer kicsomagoltam ezt az állványt, megnéztem a legfőbb paramétereket, úgyhogy egy kicsit átláthatóbban, kicsit felmérve a terepet vágok második fronton neki ennek az állvány bemutatásnak. Úgyhogy amit első körben lehagytam, az, hogy a szütyő tartalmaz egyébként még ilyen pótlábakat, illetve itt találjuk meg a szütyőben még egy ilyen kis szerelőkitet, amiben van egy ilyen kis viláskulcsunk, egy karabinerünk, egy ilyen kampónk, ez egy ilyen horog kalózoknak, esetleg megmutatom majd, hogy mire alkalmas, nyilván amúgy súlyként rá tudod a fotós táskádat tenni, vagy bármilyen nehezéket, és akkor annál stabilabb lesz amúgy az állványod, illetve egy pici imbusz kulcs is hozzá van. Hát és amire még szükségünk lesz, és fontos, az a gyors csere talp. Ezt az első kibontás alkalmával nem vettem észre, hogy itt van, úgyhogy egy kicsit megviccelt a történet. Na de akkor nézzük gyakorlatban, hogy mit is tud ez. Körülbelül ugye 47,5 cm, annyire lehet összecsukni. Hogyha van egy hatalmas fotós táskád, akkor esetleg beleférhet egy oldalzsebébe. Az én BeFree táskám egyébként az én BeFree állványomat el tudja tárolni. Amúgy ez a teszt, vagy hát ha nem is teszt, inkább bemutató, azért lehet izgalmas legalábbis az én szempontomból, mert most amin a kamerám jelenleg van, az egy Manfrotto BeFree állvány, ami hasonló specifikációkkal bír, mint egyébként ez. Úgyhogy nekem mindenképp egy ilyen tök jó összehasonlítás, hogy mivel másabb a kettő. Tehát ilyen akkor összecsukva, de nézzük meg, hogyha kihajtjuk az állvány lábakat, akkor mit kapunk. Az anyag használat egyébként kifejezetten jó. Itt van egy ilyen tök jó kis gumírozott rész, rá van erre is nyomva egyébként, hogy Jekyll, szerintem nagyon menő. És hát ami jó pofa és praktikus, és amúgy én ezért vettem meg a BeFree állványomat is, azok a lábaknak, ezek a csavaros szerkezete, most nem tudom, ennek a szaknyelv, talán ez a Twist lábit írja, egyébként a
twist lock lábzárás. Igen, ez a twist lock lábzárásnak hívják egészen pontosan. Ez azért nagyon praktikus, mert iszonyat gyorsan fel lehet állítani egyébként az állványodat, és nagyon gyorsan össze is tudod csukni. Én azért vettem annó ilyen twist lock lábzárral ellátott állványt, mert hogyha mentem vlogolni, akkor nagyon fontos volt számomra az, hogy minél gyorsabban fel tudjam állítani, és minél gyorsabban el is tudjam rakni. Úgyhogy ezek a kis csatos, old school megoldásokhoz képest ez a twist lock, ez lényegesen menőbb, gyorsabb, jobb, és bízunk benne, hogy időt állóbb is. Ami még akkor itt látható, az a közép rudunk, ez ennek a karnak a segítségével lokkolható, de egyébként ez is lehetőséget biztosít rá, tehát így se csúszik le, ezzel is tudjuk egyébként lokkolni, két megoldás is van erre. És hát ugyan a rajzok azt mutatták a weboldalon, hogy ezek a kis lenti lábak leszedhetőek, és ilyen kis tüskékké alakulnak, ami azért praktikus, mert mondjuk egy talajba sokkal könnyebben meg tud egyébként állni. Én próbáltam leszedni, össze-vissza csavargatni, de erre amúgy annyira nem jöttem rá, hogy ezek hogyan jönnek le. Biztos megvan rá a megoldás, de nem akarom most így szétszedni ezt a demo állványt, úgyhogy ezt inkább meghagyom, de elvileg azt is tudja, hogy letekerve vagy leszedve ilyen kis fémlábakká alakul át, és akkor könnyedén mondjuk ilyen föld talajba stabilan meg tud állni. Ami nagyon izgalmas, az az, hogy ez az állvány monopoddá is alakítható. Ez az, amire nem annyira jöttem rá első kicsomagoláskor, hogy alakul ez monopoddá, mert szerintem jó kérdés, de most így ne legyen találós kérdés, megmutatom. Ezt a gumírozott részt lehet lecsavarni, és itt van az egyik Jedi kardunk, és miután leszedtük ezt a rudat, most lehetőségünk van lecsavarni a gömbfejet, majd a gömbfejnek a tartótalpát is lehetőségünk van lecsavarni. Arra vigyázzunk, hogy itt nehogy kiessenek az alkatrészek, mint mondjuk most nálam. És utána kijön ez a kis rúd. Hát amúgy elég tiszta MacGyver, nem is csoda, hogy első alkalommal mondjuk nem jöttem rá. És itt alul ez volt az állványunknak az alsó része. Itt, ha ezt eltekerjük, akkor itt kijön egy ilyen kis fej. Erre tudjuk egyébként rárakni ebbe az esetben, hogyha még csak hogy el tudjátok képzelni. Itt van ez a középső rúd. Itt bent. Ez az, amire rá tudjuk egyébként rögzíteni ezt a kis kalózkampót, amivel mondjuk akkor a táskánk nehezékként tud szolgálni. De itt fog tudni csatlakozni ez a kettő elem, és így válik lényegében teljessé a Jedi kardunk, és miután ezt ide visszavarázsoltam, ezzel a fejjel fordítva, Okay, akkor így rá tud jönni a gömbfejünk, és végül is akkor most már így meg most már Gandalf pálcája a miénk, aminek egyébként a magassága is ugye állítható lesz. Ez is, hát nem tudom, gondolom 171 centire húzható ki. Nem húzom ki tovább, mert ki fog lógni a képből, de itt akkor van egy elég masszív, jó kis fogókánk, és letámasztva ezt egy egész magas monopodként tudjuk használni. Most ugye nincs is teljesen kihúzva. Egész klassz. Tehát az, hogy ebből a kis állványból milyen praktikusan egy monopodot ki lehet hajtani, ez szerintem amúgy úgy nagyon-nagyon frankó, szimpatikus nekem. Ugyan nem volt annyira egyszerű összelegózni, de végül is csak megoldottam itt kamera előtt is, úgyhogy nyilván nem kamera előtt, azért meg talán még könnyebb ezt megoldani. Na most viszont legyünk ügyesek és próbáljuk meg összerakni, de amúgy ez így volt, ide jön be a kis lábunk. Okay,
illetve ide jön be ez a keresztrúd, miután leszedtem újra ezt a kis talpazatot, csak lentről. Oké, jön vissza. Jöhet a gömbfej. Yes! És végül is lokkoljuk az állványt, és megkaptuk az eredeti formáját. Úgyhogy, hát azt nem mondom, hogy ilyen könnyen lehet monopoddá alakítani, de azért úgy, hogy most csináltam először, annyira azért nem volt ördöngös, hogyha van az embernek egy minimális rutinja, akkor szerintem egy ilyen fél percen belül már is kaphat a háromlábú állványából egy egylábút. Na most, amit még jó elmondani, hogy ezek az állványlábak nem csak olyan formában, hogy kijöjjenek, ilyen formában is kihozhatóak. Ezt egyébként fast locknak hívják kifejezetten ezt, amikor más irányokba is ki tudod hajtani, és lehetőséged van az állványt akár ennyire alacsonyra is hozni. Ami még jó pofa ebbe az egészbe, hogy egyébként átszerelhető a gömbfej, nem csak hogy fent legyen, hanem ez a belső, középső rúd is megfordítható, és akkor viszont a kamerád akár alul is lehet, tehát hogyha mondjuk így bogarakat, virágokat, vagy hasonló dolgokat fotózol, akkor elég praktikus, hogy ezt is meg tudod tenni vele. És amiről még nem volt szó, az állványfej. Hát én mondjuk annyira nem rajongok a gömbfejekért, de mivel én már kibontottam az állványt, és egy nagyon picit így fogdostam ezt az egészet, azt mondom, hogy egész korrekt. Tehát itt van egy panoráma lehetőségünk, ennek a kilazításával végül is ugye oldalirányba tudjuk fordítani a fejünket. Elég smooth, a lényeg az, hogy egy kamerával, egy kisebb kamerával elég korrekt svenkeket is lehet csinálni. Nyilván ez nem egy videós állványfej, de én szoktam akár ilyen gömbfejekkel is egy-két snittet elkészíteni, hogyha éppen videózok, és mondjuk csak ilyen állvány van, ami a rendelkezésemre áll. Tehát egyébként ez abszolút korrekt, panorámafej, illetve svenkkarként is akár funkcionálni tud, illetve a gömbfejünk amúgy három vízmértékkel van ellátva, úgyhogy könnyedén be tudjuk lőni a vízszintet, ugye a gömb fejünket úgy tudjuk állítani, ennek a karnak a kiengedésével végül is akkor bármelyik irányba meg tudjuk ezt a fejet állítani, illetve lehetésünk van arra is, hogy akár állóba fordítsuk a kameránkat ebbe az esetbe. Itt is található egyébként egy vízmérték, úgyhogy függőleges esetben is látjuk azt, hogy hogy érjük el leginkább a vízszintet. Hát, én inkább videós fejeket szoktam használni, mert főleg mostanában, hogyha állványt használok, akkor inkább videózok, ennek mondjuk ez az oka elsősorban, de fotózásra amúgy ez a fej egész praktikus lehet. Nekem most a PAL 1 állványjal, vagy V1 állványjal van tapasztalatom, és annak a fejét én személy szerint nem szerettem. Szerintem annak az állványnak leginkább az volt a kritikus pontja. Én most ezt a fejet jobbnak gondolom. Jó az egész állványnak az anyaghasználata. Amit még esetleg megnézhetünk így közösen, az, hogy ténylegesen, hogyha kinyitjuk, vagy kihúzzuk mind a... Most figyeljétek a technikát! És végül is mind a három lábat ki is nyitottam, akár egy mozdulattal, már csak be kell őket így lokkolnom. Úgyhogy ilyen elég gyorsan lehet kihajtani ezt az állványt. Szerintem mindenképp egy klassz dolog. És akkor a harmadik, úgy. Oké, hát körülbelül ezek, amik így kijönnek, és akkor még a közép oszlop, ami hátra van. Aztán kiderül, hogy még a végén 171 se vagyok. Amúgy korrekt, abszolút, tehát hogyha az én mértékletességemet nézzük, akkor én már nem annyira látom a kamerát, legalábbis, hogy nem nagyon látnám az LCD-t, a keresőt meg egyáltalán, maximum live view-ba. Úgyhogy magasabbra húzható ki, mint mondjuk az én B-free állványom, viszont ez kisebbre csúkható össze, és nehezebb is, tehát itt nyilván valamit valamiért, akinek mondjuk egy magasabb, masszívabb állvány kell, aminél nem annyira nagyon fontos. Amúgy a súlya az 1,9 kg gömbfejjel együtt, tehát így durván 2 kg-ról beszélgetünk, nem túl
nehéz ez se. Az én állványom is mondjuk maximum ilyen, nem tudom, másfél kiló, ez ilyen 400-500 gram lehet a differencia, úgyhogy nem jelentős. Nekem amúgy tetszik, jó az anyag használata, jó volt most egy kicsit megtapicskolni, és tényleg nem is bántam vele annyira kesztyűs kézzel. Azért úgy aktívan, vagy nem is aktívan, de úgy nem finomkodva használtam az elemeket, és nem éreztem azt, hogy nyeklik. Szerintem ez hosszú távon egy klassz állvány lesz. Azért az hozzátartozik az árához, hogy azt hiszem 42 ezer forint körül van, ami már azért mondhatni egy nagyobb összeg, bár most a fotózás területén belül ez se olyan horror, azért itt több százezer forintos állványok is vannak a piacon, de azért ez már egy ilyen haladóbb állvány, mind az árát tekintve, mind így a funkcióját tekintve, vagy funkcióit tekintve. Nekem tetszik, az döntsétek el ti, hogy nektek megér-e ennyit, nyilván nézzétek meg a piacot, hogy ki milyen termékeket kínál hasonló területeken, és az alapján döntsetek. Remélem, hogy ez a teszt mind az állvány, mind pedig a három bemutatott táska kapcsán hasznos volt, és legalább látjátok így, hogy a studioeszközök.hu mit is kínál. Én egyébként ajánlani tudom őket, árérték arányukat tekintve a termékeik nagyon jól megállják a helyüket, és tök szimpatikus az, hogy mindegyik termékük tényleg saját márkás, mind a webshop, mind a termékek abszolút a profizmusra árulkodnak, úgyhogy ha érdekelnek ezek, akkor meg tudjátok nézni a weboldalukat a leírásban. Remélem, hogy tetszett a videó, hasznosnak ítéltétek, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, és találkozunk legközelebb egy következő videómban. Minden jót nektek addig is, szevasztok!